És itt már nem kell ilyen hullámokat csinálnunk. Bocsánat, csak, bocsi, hogy ez második részből áll, csak az első felvételben áll, na mehet tovább. És itt már nem kell a végén a három tüskén ilyen hullámokat csinálni. Viszont így menjünk. Így le, utána így, utána pedig le. Ez pedig így lesz a szája. Itt neki ilyen fehér. És így megy a szeme. Itt egy csíkot kell húzni, egy ilyen fél szív alakú formát. Utána pedig így kell. Egy ilyen oválist. És azután így egy csíkot, azonban kihagyunk egy-két csíkot, hogy itt ide férjen a szarv. A szarvakba húzunk csíkokat, mintha már harctól megrepedne. És itt ez a kör, hogy innen nőtt ki. Így. És még itt két van. Na, akkor pedig. Az orrot is meg lehet rajzolni, hogyha akarjátok, mondjuk így. És még hozzá azt a kis kitülemkedést. Hát, hogyha így magasabbra akarjátok, hogy kijöjjön, akkor pedig ilyen vonalakat kell húzni bele. Így. És akkor itt lesz a kozmoceratops. Hogyha még életünknek akarjátok csinálni, akkor így csináljátok. Mintha menne lefelé. Hát előről egy koponya. Így a teljes kinézett. Hát igen. Ennyi. Itt a vége. Hús. Bocsánat. Na, és most pedig kell színeznünk.